Az MB2-es Szeged gárdáját fogadtuk szakadó esőben, idei első, füves pályán rendezett felkészülési találkozónkon. A csereként beálló ifjú tehetség jelen a Richard góljával aratott 1-0-ás győzelmet csapatunk. A mérkőzés után Gazdag Dániellel és Hollander Filippel beszélgettünk. Szerintem egy jó felkészülési meccset játszottunk, ez volt az első meccsünk főn idén, úgyhogy az elvárásoknak megfeleltünk, próbáltuk megcsinálni a elemeket, amit edzéseken gyakorolunk, és hát lehetett volna nagyobb arányú győzelem is, ugye ha azt nézzük, hogy egy MB2-es csapattal játszottunk, de szerintem nem rossz csapat ez a Szeged, és jó ez az eredmény. Szerintem ebben a pillanatban két hét bajnokság előtt fáradtabb a csapat, de ez normál, ez így is kell, hogy legyen, mert jól dolgoztunk és edzettünk, és készülünk, hogy két hét múlva első meccsen győzzünk a haladással. Játszottatok már idén hóban, most itt volt a szakadó eső is. Igen, hát szerencsére ugye itt a felkészülés alatt minden körülmény között tudunk játszani, és ez is jó lehetőség arra, hogy a bajnokságban már úgymond bajnokságra megszokjuk ezt a borítást, és így jobban fogunk tudni ott teljesíteni. Ugye másfél hét van hátra a haladás elén rajtig, hogy érzed, mennyire álltatok össze? Szerintem a csapat kezdne jól összeállni, még van egy meccsünk a hétvégén a Sopron ellen. Szerintem ott már nem félidőzni fogunk, hanem megpróbálja a mester a leendő kezdő csapatot, és szerintem egy jó eredményt tudunk elérni a haladás ellen. Hát szerintem én jó formában vagyok most. Sikerülnöm, hogy minden meccs, amit játszom, nyertünk, vagyis minden meccs eddig, szerintem ez hatodik meccs, amit nyertünk, és úgy szeretem tartani végig a bajnokság. Persze ez nehéz lesz, könnyebb csak mondani, de remélem, hogy ez a fél év most, vagyis két hónap, amennyi tartozik a bajnokság, nyerünk legtöbbet, amit kell. Várod már, hogy végre tét meccsen is pályára léphessetek a szürke alapozás után? Persze, hogy várom. Ez minden futballista életében az a mérvadó, amikor egy bajnoki meccsen léphet pályára, úgyhogy természetesen én is, és mindenki várja. Hát persze, erre készülünk már 3-4 hétig. Nagyon várok, és remélem, megint szer mondom, remélem, hogy nyerni fogunk. Mit tudsz egyébként, milyen feladatok várnak még rátok a meccsen kívül ebben a másfél hétben? Mi kaphat nagyobb hangsúlyt? Hát most már igazából a sprintek, rövid futások lesznek, illetve a taktikai elemek, a pontrugásokat fogjuk leginkább gyakorolni, és a haladásból fogunk felkészülni a jövő héten végig. Szerintem most jó csapat vagyunk, és szerintem most megvagyunk minden poszton, minden játékos benne van, hogy nyerünk minden meccset, és megpróbálunk úgy is tenni bajnokságba.